Alapfokú engedelmességi gyakorlatokról lesz szó, amit minden kutyának tudnia kell, illetve nem csak engedelmességi gyakorlatokról, mert vannak ezen kívül más dolgok is, amit minden kutyusnak ismernie kéne. Teljesen alapvető az ültetés és a fektetés. Ezekkel bármilyen szituációban egy biztos pozícióba tudom tenni a kutyust, amikor nem kell, hogy ő a lábam alatt kolbászoljon. Hogyha ezek menet közben mennek, tehát a kutya mozgás közben is végre tudja hajtani, azokkal adott esetben baleseteket is megelőzhetek, hogyha a futó kutyámra rászólok, hogy feküdjön le, és ő ott lefekszik, ezáltal meg tudom akadályozni, hogy elérjen az úttestig például. De szintén nagyon fontos, hogy a kutyus tudjon lazapórázon sétálni, így tudok vele a városban normálisan közlekedni, erre mindenképpen meg kell tanítanom. Nagyon fontos még, különösen azoknak, akik a városban laknak, hogy a kiskutya tanulja meg, hogy nem léphet le a járdáról. A patkánál meg kell állni, vagy le kell ülni, így nagyon sok balesetet elkerülhetek. Ami még elengedhetetlen ahhoz, hogy a kiskutyámat bárhol, akár egy futtatóban is el tudjam engedni, az pedig a behívás, hogy egy adott vezényszóra a kutya visszaszaladjon hozzám. Nagyon sokan mondják azt, hogy nekik semmi problémájuk nincs, csak a behívás nem megy, csak azt szeretnék elérni, hogy a behívás működjön. Ez viszont egy elég nehéz feladat ahhoz, hogy jól meg tudjam tanítani a kutyusnak a behívást, nem csak magát a vezényszót kell ismernie, hanem olyan viszonyban kell lennünk egymással, hogy az én kedvemért ő bármilyen szituációt ott hagyjon, és inkább visszajöjjön hozzám. Tehát ahhoz, hogy a behívásom sikeres legyen, ahhoz a kutyámnak jó vezetőjévé kell válnom, amit elérni nem is feltétlenül olyan nagyon egyszerű, bizonyos kutyáknál kifejezetten nehéz, hogyha ezzel problémáim adódnak, akkor célszerű felkeresni egy kutyaiskolát, ahol tudnak nekünk ebben segíteni.